A műsor támogatója a Lumár Autó üvegfóliák és a Grafifrap autó bevonó fóliák forgalmazója. A műsor támogatója a SsangYong Tivoli, 4x4 specialista Koreából. Partnerünk a Fortuna BT, a motorfelújítás szakértője. A Sportverda támogatója a BL Uraszalon országos bolthálózat. A Sportverda támogatója Dr. Balsai Tamás és csapata a Perfect Smile, mert minden egy szép mosolyjal kezdődik. A műsor támogatója a Motoparts, motorikus alkatrészek. Hölgyeim és uraim, ha minket vártak, hát itt vagyunk. Hamarosan kezdődik a nagyon rendhagyó autós műsor. A stúdióban már ott van a műsorvezető, Tordai István. Üdvözletem, ez Magyarország első és egyetlen 60 perces, három részből álló és felettébb rendhagyó hangvételű autós műsora, a Sportverda, annak is a 2017. évi márciusi adása. Egyelőre még egyedül üldögélek itt a stúdióban, de ez nem sokáig lesz így, ugyanis már érkezik mai első vendégünk, Bíró Ica. Hollywoodi mosolyjal Konko Jági is megérkezett. Amíg a lányok ideérnek, nézzük, mi lesz ma. Beszéljünk őszintén a tuningról. Miről? Tuningról. Ez kész. Tuning. Én tudom, mi az. Na. Kápráztass el. Hát az, amikor valamit feltuningolnak. Szóval fölraknak rá nagyobb teljesítményt. Fölraknak a tetejére, vagy hogy? Audi TT-ből sok van. Roadsterből valamivel kevesebb. De ebből a TT Roadsterből ez az egy van kereke világon. Megálmodói megvették, majd hívtak sok szakférfiút, akik szétszették, aztán saját elképzelésük szerint összerakták. Így lett belőle egyedülálló kabrió, mi most várja szerencsés gazdáját. Az idei automobil és tuning show-n ez a csodás gépezet lesz a fődíj, avagy valaki meg fogja nyerni. Éppen ezért megpróbálom nem összetörni, mert hát ajándék lónak ne nézd a fogát, de ki a fene örülne egy törött kabriónak. Igazi mestermű, nagyszerű utastér, fickósító hang, kellően feszes, de mégsem elmebeteg futómű. Az az igazság, hogy ez a feltűnő Audi, ha jó a kocsid, lesz csajod is, örökzöld mondás megvalósulása. Szőke László az automobil és tuning show szervezője. Mi minden lett más ezen a kocsin ahhoz képest, mint amilyen volt? Ez az autó minden más lett, amit 5 nap alatt át lehet rajta építeni, és ez az autó egy bevásárló központban élőben mindenki szeme láttára készült el. Kapott egy teljesen új sportfutóművel, sportrugókkal, egy nagyobb és szélesebb felmét a hozzátartozó peres abroncsokkal. Teljesen új lett az első és a hátsó lökhárítója, kompletten az Audi R8-as tidéző optikát kapott. A komplett belseje újra lett bőrözve, emellett kapott egy multimédiás fejtséget, egy nagyon komoly autóhiti beépítést, és a teljes kaszni újra lett húzva ezzel a gyönyörű zöld fóliával, dióhéjban ez. Mire számíthatunk idén az AMTS-en? Több mint 1000 gyönyörű járművel találkozhatunk, ezek között lesznek átépített járművek, tuning autók, lesznek veterán autók, lesznek új autók, és lesznek hot rodok is.
Az a kocsi, ami mögötted van, a Shelby Cobra. Ez leginkább az amerikai autós tematikába illik be. De. Ott lesz? Ott lesz, ez biztos. Ez egyébként egy replika, de nem tudom, hogy lehet-e kapni bárhol is eredeti Shelby Cobrát. Európában nem hiszem, hogy túlzottan lehet, Amerikában biztos be lehet szerezni, jó drágán. $1 millió? Nagyjából olyan áron, igen. Van az autóban egy tehén. Tudok róla. Ismered? Igen. Orrában 2000 köbcentis turbós benzines, 200 darab német-magyar koprodukcióban nevelkedett paripával. A gyorsulásától nem lesz csőlátásunk, de nagyon is fickós. Olyan 6,5 alatt 100. Az tökös. 240-nel tud menni. Remélem, hogy nem egy idős néni fogja megnyerni, mert az veszélyes lesz mindenkire nézve. A tuning alapvetően önmegvalósítás. Kilépés a szürkeségből, elszakadás a sablontól. Van, hogy a tuningolás már a használhatóság rovására megy, vagy kizárja azt, de ez esetben nincs erről szó. Ez az ömökzöld kabrió nagyon is használható. Még egy adat a leendő tulajnak, vegyes fogyasztása olyan 10 liter. Ha nagyon nyomjuk, akkor több. Csodák nincsenek. Vagy ahogyan a mondás tartja, ha felnőtt filmet nézel, fiam, ne várj a végén esküvőt. Mindig is érdekelt, hogy a nők vajon szeretik-e a kicsi női autókat, vagy inkább a nagyot. Te? Nagyobbat. Én a nagyobbat. Te a nagyobbat szereted? Igen. Autóban. Ezt kihangsúlyoztuk, hogy autóban. Főleg mióta a gyerekem távolsági busznál lehidalsz, ha meglátod, annyira szereted a na, milyen? Cuki! Nem szeretem ezt a szót, ezért jó is, hogy nem én mondtam. De egy biztos, a Toyota legkisebb autója az Aygo, valóban az. Furcsán nézek ki benne? Szerintem is. De ettől eltekintve a Toyota legkisebb autója az Aygo, egy nagyszerű kicsi kocsi. Kicsi az egész, és a motorja is az. 1000 köbcentis, 3 hengeres, éppen ezért nem is elmebeteg. 0-ról 100-ra 14 másodperc. No, de a miniszoknyához nem is érdik a szágoldozás, nem? De! Viszont a végsebessége elég tökös. 160. Hatvankilenc lóerő. Se több, se kevesebb. Elegendő? Alapvetően igen. Az Opel Edem sportváltozata 150 lovas, és ehhez mérten megy is, mint akit mindenki kerget. De többet is fogyaszt, mint az Aygo. Aygo egy vidámvárosi kis autó, mely főként trendi nőket szólít meg, és mivel a trendi nők szeretik a divatot, egyediséget, ezért az Aygo színvilága személyre szabható. Az orrán díszelgő X alkatrészei többféle színben kérhetők, mint ahogyan az utastér díszbetétei. Vagyis színeket adunk a világnak, és a trendi lányok mindjárt vidámak. Van csomagtartója, 168 liter, ami nem nagy, de az is dicséretes, hogy van. És pótkerék is van.
Ha ránk tör a vizsergés, hogy szeretnénk egy ájgót, akkor felszereltségtől függően 2,7 és 3,8 millió forint közötti összeggel lesz vékonyabb a költségvetésünk. Kis autó, de van hely benne bőven, és még kényelmes is. Bár a hátsó szekciót nem mernénk kipróbálni. A gyári adat szerint 3,8 litert fogyaszt 900 kilós ékszer dobozunk. Hát ezt nem tudom hol mérték, de ügyesek voltak. Nálam 5,5. A futómű karakterisztikája tökéletesen passzol a kicsi kocsihoz. Nem túl olyan, nem túl ilyen, pont olyan, ami ennek lennie kell. Kisebb, mint a Fiat 500-as, pedig az se nagy. Éppen ezért nem csak a pláza parkolójába, de bármelyik próbafülkébe is simán befér. Az jó. Gondoltam. Melyik a leghíresebb orosz automárka? Szerintem Zsiguli. Ági, de szerint... Ladának is hívhatják, nem? Vagy az nem ugyanaz? Nincs más tippem. Én is ezt akartam mondani. Hát... Ezen kívül milyen orosz automárkát mondanál még? Nem, nem sokat tudok. Például? Nézzük azt a nem sokat. Hát de ennyit tudok én is. Körülbelül ez jut eszembe. Igen. Van még több is, csak nekem se jut eszembe. Hát, mire emlékezzek? Nem is éltem. Na, de tényleg nem. Pár napja érkeztek meg hazánkba az első Lada Vesták, melyek közül az egyiknek szó szerint most kaptuk meg a kulcsát. A hivatalos bemutatót még meg sem tartották, és ha jól tudom, Magyarországon mi próbálhatjuk ki először. Nézzük, hogy lesz-e szerelem első látásra. Már az első néhány száz méteren minőségi érzést kelt bennem, mint például a Lada Granta, ami ehhez képest olyan olcsó autós. De ez azért van, mert a Granta valóban olcsó autó. Az ára 2 millió. A Vesta az első újkori Lada, ami teljes egészében Renault Nissan felügyelet alatt készült. Érezni a gondoskodást. Futóműve passzol az autóhoz, kellemes. Egyébként a tervezésénél fő szempont volt, hogy bírnia kell a rossz utakat. Jó orosz szokás szerint felkészülnek a legrosszabbra. Egyébként az ülésfűtés minden Vestában alapfelszereltség, ha már az orosz kiváltságoknál tartunk. Szerintem van benne valahol egy üveg vodka is. Nem néz ki rosszul. A formáját egyébként az a Steve Mattin rajzolta, aki a Volvo XC60-as küllemét is tervezte. Az összeszerelés mondhatni minőségi, illesztési hibákat nem igazán látni, az utastér is megfelel a kor követelményeinek, alapvetően úgy, ahogy van, egyben és rendben van. A csomagtartója, fogalmam sincs, hogy hány literes, de nagyon nagy. Tároló alkalmatosságot ne keressük a hátsó ajtókon, mert nem fogunk találni, viszont az ülés puha és kényelmes. A legfontosabb információ innen a hátsó ülésről, az ára egy kicsivel 3 millió forint alatt indul, ha nagyon fel van extrázva, akkor 3,5. Egyelőre csak 1600 köbcentis benzinmotorral lehet kapni, ami egyébként orosz fejlesztés, de állítólag a későbbiekben benéznek majd a buliba a Renault Nissan dízelei is.
106 lóerő és 148 Nm-es nyomaték. Pörgetni kell ahhoz, hogy menjen. Közel 12 másodperc kell neki a 100-hoz, vagyis nem éppen egy Ferrari, de nem is akar az lenni. Ha nagyon tapossuk, akkor meglódul becsülettel, de olyankor az addig csendes motor meglehetősen harcias hangra vált, de őszintén ki a fene fog vagánykodni egy Lada Vestával üveghangon? Senki. Én most. Van némi gördülési zaj, de egyáltalán nem vészes. Minél többet megyek vele, annál jobban tetszik. Összességében véve és árérték viszonylatban nagyon rendben van. Hát így elsőre ennyi. Ne menjenek messzire, hamarosan jövünk vissza a második résszel. Hú, ez ilyen műsorvezetős volt. Hát, mert tudnád, ha jól mondták, találkozása tilos. Újra itt vagyunk, ez még mindig, vagy ismét a Sportverda. A stúdióban Konkoly Ági, Bíró Ica, én Tordai István vagyok. Tudjátok-e, mi az a Nismo? Mi? Nismo. Nismo? Aha. Én a Gizmot. Basz. És a Gizmo az mi? Hát egy olyan kis nünü, kis állatka. Nünü. Egy ilyen nünü. Kis, valami kis hülyeség. Találós kérdés. Kicsi, különc és általában mérges. Mi az? Ez. Nissan Juke Nismo RS. köbcentis turbómotor, 218 ló. Az RS Juke Nismo a legvaddisznóbb, vidám kis vaddisznó. Nagy gáz, és azonnal szétrobban a világ. Lehet, hogy úgy néz ki, mint egy játékautó, de nagyon nem az. Tűzi játék van, amikor csak akarjuk. Néhány napja már, hogy együtt élünk, és igen. Feszes a futóműve, hangos a motorja, kemény az ülése, de ezek a szükséges velejárói annak, hogy ünnep legyen minden egyes nap. Bort sem azért iszunk, hogy savunk legyen, hanem hogy szavunk se. Technikás támadójátékosunk alapja a kedves kis Nissan Juke, melyet 2010-ben mutattak be a nagy közönségnek, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy megszerezzék vele a fiatalabb vásárlókat, de nem teljesen így lett. A Juke megosztó külleme ellenére, vagy éppen emiatt rendkívül sikeres lett, de meglepő módon leginkább az idősebb korosztály körében. Ez a sportcrossover valószínűleg nem lesz nyugdíj előtti ajándék, vagy ha mégis, akkor tartalmasak lesznek a nyugdíjas évek. A Nismo két szóból ered, Nissan Motorsport. Vagyis, ha valamelyik Nissanon Nismo emblémát látunk, akkor biztosak lehetünk benne, hogy azt a japán márka házi tuning csapata készítette. Vagyis a Nismók a legtökösebb Nissanok. Gyógyíthatatlanul idegbeteg, de ennek ellenére, vagy inkább pont ezért, nagyon szeretnivaló. Ha csak a számokat nézzük, annyira nem is vészes. 7 másodperc alatt 100 és 220 a vége, de amit érzünk, elvetemült a mutatvány.
A legvadabb dzsúkára 7,9 milliótól indul, az átlagfogyasztása pedig olyan 8,5 litertől felfelé. Feszes futómű, éles fékek, harcias motor, sportülések, mindene van, ami ahhoz kell, hogy néha egy kicsit jó lesően megbolonduljunk, és állandóan kilógjunk a sorból. Az Old Timer versenyeken tudjátok-e, hogy mi kíséri a versenyautókat? Old Timer versenyeken? Igen, az Old Timer versenyeken. Tudjátok-e, hogy mi az, ami kíséri a versenyautókat? Te tudod? Nem, hát gondolom egy autó, egy Old Timer. Nem? Csak úgy megy utána? Ugyanolyan? Hát akkor valamennyire nem ugyanolyan, nem tudom. Nem tudom, passz. Régi idő. Nem tudom. Mi lehet? Motor? De hogy motor? Mit csinál ott egy motor? Hát akkor egy mentőautó. Na, menjünk bele jobban. És még zongorán kíséri valamilyen művész, tehát busz. Jaguar XK140, Triumph Spitfire vagy éppen Ferrari 308 GTS. Mindegyik oldtimer korba lépett sportkocsi, melyekkel manapság oldtimer versenyeken indulnak. Az öreg autók versenyén a csillogó sportkocsik mellett, mögött mindig ott vannak a szervízautók, mint amilyen ez is. Varvasovszky János és egy Ford Transit 2-es 1980-ból, ugye? Egy széria 2-es 1980-ból. Benzines motorja van. 2000 köbcenti, sor 4-es, a világ legegyszerűbb motorja. Szervókormány az örök álom marad? Nem kell szervót, az könnyen tekerhető. Látom. Kényelmi extrákból miket tud felmutatni? Van benne fűtőmotor, ablaktörlő. Az kényelmi extra. És le lehet tekerni az ablakát. Belső világítás. Tényleg is működik? Viccelsz? Mi nem működött a mi autóinkban? Mennyibe kerül most egy eféle busz? 300 ezer és 6 millió forint között van az ára. Ennek mennyi? 4 millió forint az ára. És mennyiért vetted? Ezt kétszer vásároltam ezt az autót meg. Kétszer mennyiért? Egyszer nagyon olcsón vásároltam meg, egyszer egy kicsit drágában. Jó, akkor ne mondd el. Meddig készült? Kétszer készült el. Alkatrészeket honnan szereztek hozzá, 37 éves? Németországból óriási beszállítói hálózat van, tehát beszerezhető hozzá minden alkatrész. Ez egy nagyon jó autó, hatalmas raktere van, rengeteg minden belefér. Megbízható, nagyon erős a futóműve. Miért rúgták ki a takarítónőt, ez megvan? Nincs. Rossz klór volt rossz helyen. Ez volt ez az autó, hogy ez egy szerelem volt első látásra. Neki vagy neked? Mindkettőnknek. Furcsa ízlése van. Igen, ebbe igazad van. Hány lóerős? 43 kW, tehát olyan 55 lóerő körülbelül. Természetesen az átételezésen múlik nagyon sok minden, ezért is megy ilyen lassan, mert beletennénk egy hosszú diffit, hosszú váltót, egész más lenne a történet. Lehetne vele menni 200-zal. Csak megállni nem lehetne. Nagyon furcsa zajt hallok a futóműből. Te is hallod? Nem. Pedig ott van. Tényleg nem hallom.
kihúzatjuk egy kicsit. Ne húzass ki, hát a fotóm ütöljön. A rovat támogatója a Car Guarantee. Garancia új és használt autóra egyaránt. Tudjátok-e, hogy mi az, ami beletartozik egy átlagos szervízbe? Olajcsere. Például. Az biztos. Ja. Meglepődtem. Tényleg. Meglepődtél? Ezt én is tudtam. Hogy tudtam egy jót mondani? Uh-huh. Igen. Kipufogó. Minek néznék? Mit tudom én? Nem lyukas. Mit néznek rajta? Nem tudom. Hát... Nézzük, mi történik az autónkkal, hogyha elhozzuk az úgynevezett aktuális szervízre. Első körben a szerviz munkatársai megnyugtatják, mely rendszerint gyengébb simogatásban merül ki. Ezután kávéval kínálják, jobb helyeken sütemény is van. Ha az autónk hímnemű, akkor lengén öltözött nők fotójával dobják fel a kedélyállapotát. Ez persze némi túlzás volt. Mi van nálad, Attila? Egy megrendelő lap. És mi van rajta? Hát az autón mit kell elvégeznem. És mit kell elvégezned? Egy olajcserét, egy pollenszűrőcserét és egy levegőszűrőcserét. Ez egy úgynevezett átlagos szerviz? Nagyjából mondhatjuk. Mennyi időnként kell ezt? Ezt elvileg 15 ezerenként ajánlott. Ha jól tudom, az meg van határozva, hogy egy bizonyos munkafolyamatra mennyi időt szánhatsz. Erre mennyi időd van? Erre jelen pillanatban nagyságban 2 óra hosszán van. A mű elkészült, Attila mond nekünk egy végszót. Találkozunk egy év múlva. Nekünk, nem a kocsinak, ja. De szoktál hozzájuk beszélni? Szóval, ha megsimogattam, ne is haragudj. Az igaz. A rovat támogatója a Car Guarantee. Garancia új és használt autóra egyaránt. A Csodaverda támogatója a Suzuki Barta, a Garancia. Most pedig a gyerekeké lesz a főszerep, következzék egy nagyon kedves, jól nevelt fiú, és az ő... Csodaverda. No. Pedig meddig gyakoroltuk? Megán GT, a jelenlegi, legfickósabb Renault Megane egészen pontosan a 4. kiadás, mely ma igazán nemes feladat elé néz. A Renault Sport legújabb üdvöskéje, a mai Csodaverda. Mellettem Dávid, körülöttünk pedig a harcias Renault Megane GT. Tetszik? Igen, nagyon. Menjünk gyorsan, és nem mondjuk el senkinek. Oké. Okay. 7,1 másodperc alatt van 100-on. Az jó. És képes a hátsó kerekeit is kormányozni. Nagyon komoly. Pontosabban fordulnak a hátsó kerekek. 1.6 turbó és 205 darab őszinte francia paripa. Az jó. Jó, bizony. La vida allulago dell'amore. Mit csinálnál most, hogyha nem itt lennél? Iskolában. Témazárót írnám természetből. Természetből? Miből? A vaddisznóból. Mesélj nekem a vaddisznóról. Fekete és ilyen szürkés a szőre, patás állat, csigákkal, az az állatokkal lesz, táplálkozik. Ennyi. Hát ez nem sok. Tudom. Meg jó, hogy nem mentél el dolgozatot írni. Tompítsuk a kambuli hangulatot, lemegyünk és bemutatnak a lányoknak, jó? Oké. Okay. Vidámak van. Oké. Okay. Mindegy. Bemutatom neked Ritát és Anikót, behúzódtak ide a hideg elől. Jut eszembe egy bölcselet, megfázásra hashajtót kell szedni, és akkor nem merünk tüsszenteni. Ami Csodaverda rovatunkhoz hozzátartozik, hogy ajándékot kapsz. Hoztam Dávid neked egy kis sporttévés csomagot, fogad szeretettel. Köszönöm szépen. Én is hoztam neked egy kis ajándékot, úgy szeretettel. Édesség. Köszönöm.
Mesélsz egy picit magadról, Dávid? Igen. Szeretem nagyon a focit. Tényleg? Igen. Szoktad nézni akkor a Sport TV műsorát? Igen. Melyiket szereted leginkább? A Barcelonát. Barcát, spanyol focit? És az autókat szereted egyébként? Igen. Főleg az ilyen sportkocsikat. Hogy érezted magad, Dávid? Nagyon jól éreztem. Megérte eljönni hozzánk? Igen. Bemegy a gazda az állatorvoshoz. Dokikám, tudna nekem adni abból a hajzószerből, amit a múltkor a lovamnak adott? Persze, de mi is volt a neve? Nem tudom, de olyan fahéjas íze volt. A Csodaverdet támogatta a Suzuki Barta, a garancia. Láttátok-e már az új Fiat Tipót? Nem. Itt te már láttad? Láttam? Igen. Az az volt? Az. Tudod. Bocsánat. Ja, tényleg. A rovat támogatója a Szelénia motorolajok forgalmazója. Szelénia az olasz autók motorolaja. Volt szerencsénk a szedánhoz. Aztán jött az ötajtós, melynek puttonyába beleültettük Erdőhegyi Brigitta énekesnőt, aki bár kényelmesen elfért, de nem mindig volt őszinte a mosolya. Most pedig itt van a Fiat Tipo kombi változata, ami alapvetően ugyanaz, mint az előző kettő, csak terebélyesebb a valaga. Szeretek a Tipóval utazni. Szerintem szép. De amit jobban értékelek, hogy olyan vaskos, masszív az egész. Az üléspozíció jól eltalált, kényelmes, a vaskos műszerfal szinte betakar, a futóműve kellemes és csendes. Ez a kocsi képes kizárni a külvilágot, és ez jó. Az előzőekhez mérten ennek a Tipónak ez a lényege. A számok tükrében nézve 550 liter. Egyszerűbben fogalmazva, belefér sok minden. Nagyon sok minden. Az ötajtós Tipó forgatásán Kajári Zoltán, aki egy Rolls-Royce-szal érkezett, mesélt nekünk a motorpalettáról. Egy 4-es benzin, egy 6-os benzin, illetve egy 3-as és egy 6-os dízel. Az ötajtós jelenleg kétféle motorral elérhető, az egy 4-es turbó benzin és az egy 6-os turbó dízel. Milyenek ezek a motorok? A dinamikára én inkább a dízelt kedvelem, tartosságra hozzák az elvárhatót. Egy Rolls-Royce-szal jöttél. Igen. Abban mekkora motor van? 6750 köbcentis. V8-as, benzines. Honnan szerezte egy Rolls-Royce-t? A kombi orrában háromféle benzines, 1.4, 1.4 turbó és 1.6, és kétféle dízelmotor lehet, 1.3-as és 1.6-os. Előttem a legerősebb dízelmotor kerreg, mely meglehetősen csendes, a vegyes fogyasztása olyan 6 liter. Ha nagyon megpakoljuk és elvetemülten tapossuk, akkor több, de nem sokkal. Nagyon rugalmas a dízelmotor és 120 lovával kellően fickós. Ha azt akarjuk, egyébként tud menni 200-zal is, de nem akarjuk. A szedán és az ötajtós modellek kedvező árukkal mosolyognak a nagy érdeműre, és ez a kombi esetében sincs másként. 4 milliótól indul. Ez a kocsi alapvetően rendben van, de hogy a sokaságban felmerülő kérdésre válaszoljak, mi szerint az oké, hogy most jó, de mi lesz vele 10 éves korára? A válaszom nem tudom, de itt és most úgy gondolom, nem lesz vele baj. A rovat támogatója a Szelénia motorolajok forgalmazója. Szelénia az olasz autók motorolaja. Nem menjenek sehova, mert hamarosan jövünk vissza a harmadik résszel.
Visszatértünk, ez még mindig a Sportverda, a stúdióban Konkoly Ági, Bíró Ica, én Tordai István vagyok. Megújult az Opel Mokka. Mit szóltok? Fantasztikus! Megújult az Opel Mokka. Kérnék egy ovációt, mert megérdemli. Ennyi elég, azt köszönöm. Szerintem elegánsabb lett, mint az előző, de nem kevésbé szerethető. A teljes neve Opel Mokka X, vagyis ugyanaz, mint az elődjének, csak egy X-el hosszabb. Összkerékhajtású, de csak ha szükségét érzi. A rendszer ugyanis alapesetben az első kerekeket hajtja, és ha úgy ítéli meg, akkor a hátsókat is behozza a buliba. A kellemes tekintet mögött többféle motor lehet, egy 4-es és egy 6-os benzines, meg egy 6-os dízel, ami lehet 110 vagy 136 lovas. Ez 136. Jöhet a taps. Érdekesség, hogy az ülések olyannyira ergonomikus kialakításúak, hogy még a német orvosok által létrehozott hát problémákra szakosodott szervezet is javasolja használatukat. A fene se tudja, hogy egészséges-e. Az biztos, hogy kényelmes. Mokka úgynevezett mini SUV, vagyis kicsi hobbi terepjáró, és bár nagynak látszik, de valóban nem az. A hossza mindösszesen 4 méter 30 centi. Hasonlításképpen az Audi Q7-es 80 centivel hosszabb nála. A 2013-ban kezdték el a Mokka értékesítését, és napjainkra már olyan 600 ezer darab talált gazdára. Vagyis ez az érdekes jellem igencsak sikeres. Miért? Mert érdekes. A legnagyobb változás talán az elejénél történt, az előző modell vidám kisvaddisznó tekintetét álmos róka arc váltotta fel. Szerintem szebb lett. Erőteljesen változott az utastér is, melyet az új Astra hangulatában rajzoltak meg és raktak össze. A 320 Nm meg a 136 darab paripa bőven elég például merészebb előzésekhez, de ne előzgessünk merészen, ha nem muszáj. A magas üléspozíció meg a vaskossága miatt hajlamos benne az emberfia alkalmasint harciasabb lenni. A vegyes fogyasztása a gyártó szerint valahol 4 és 5 liter között mocorog. Szerintem inkább 6 körül, de az is jó. Ami az árát illeti, kicsivel 5 millió felett indul, de ha nagyon sokat akarunk és gazdagok vagyunk, elmehetünk akár 9-ig is. Sokan azt mondják, hogy a Mokka nem más, mint egy divatautó. Valóban az. De trendisége mellett teljes értékű és használható. Tök jó. Jöhet az ováció. A lányoknál újságok vannak, és nem félnek azokat használni. Lapszemle következik. És most szakértünk. Szakértél. Ági, nálad van, ha jól látom, a világ leggyorsabb elektromos autója mennyivel tud menni? 427 km per órás sebességgel. Annyit tud megtenni? Ja, annyit tud megtenni. Hát 300 km per óra fölött. Egy német kőfaragó hapsit csinálta, vulkanikus bazaltból hozta létre, például a motorját. A motorját, dehogy is, Ica, láttál te már olyan motort, ami vulkanikus bazaltból volt? Az ülését, a tankját. Az ülését, a fényszoróljának a vázát, meg az ülését. Jeep Grand Cherokee SRT. Ez egy nagyon gyors autó, mert mindössze 5 másodperc alatt van 100 km per órán. De Tomászó, Mangusta, olasz, nem. De amerikai a... De Tomászó az de argentin. Ja. De a kocsi olasz. De van olasz. De ne keverj meg minket. Értem. Kocsi olasz, a De Tomászó az argentin. Ennyi volt már a alapszemle.
Állítólag úgy kezdődött a sportág, hogy egy dán iskolamester megunta, hogy a gyerekek állandóan kirúgják focival az iskola ablakait, és ezért kitalálta, hogy jobban tudják irányítani a labdát. Mivel tudjuk jobban irányítani a labdát, mint a lábunkkal? Kezünkkel. Igen. Milyen labdát? Tenisz. Denik Snelder, e közel 180 cm magas, szépséges holland szőkeség, kislányként kézilabdázó szeretett volna lenni, és az is lett. Méghozzá a földkerekség egyik legjobbja. Vázolom a helyzetet. Van egy Ferrari-nk, mellettem Denik, aki egy bájos, mosolygós lány, és hát nem igazán beszél magyarul, én pedig nem beszélek hollandul, tehát összeveszni nem fogunk. Igaz? Igaz. Igaz. Jöhet a konyha angol. Do you like it? Yes. Until now, yes. 4300 and angry. So fast. Yes. Do you speak a little bit in Hungarian? A little bit. Csak picit. Okay. For example, csak picit. Csak picit. Nem tudom. Nem beszélek magyarul. No, dehogy nem. Kézilabda, beállós. Ja. Spori? Spori? And? What is spori? Hú, bíró. Bíró? Bíró. Miró? Nem miró, bíró. When you're a little bit of chill, until your head turns gray. You got it or you ain't, it'll never go away. Amikor autózok, általában egy szőrös operatőr ül mellettem, de ez így sokkal kényelmesebb. Milyen autóval jársz? Egy Opel Astra. Szereted? Ja, bárval, im Vergleich mit Ferrari, nein. Ferrariban ültél már? Nein, noch nie. És milyen? Ich war noch nie in die Gelegenheit, so ein schönes Auto zu sitzen. Leider. Hogy érzed magad vidám kis hazánkban? Sehr gut, sehr gut. Also ich mag Budapest, ich mag die Leute und ich fühle mich wirklich wohl. Érdekel ez a kocsi? Meséljek róla? Yes, igen. A becsületes neve Ferrari F430, 2004-től 2010-ig gyártották, majd leváltotta a Ferrari 458 Italia. Az ára újonnan olyan 50 millió forint, teljesítménye 500 ló, a végsebessége pedig 300 felett. Oh, this is teuer und schnell. Ist das dein Wagen? Vidám vagy. Ist das dein Wagen? Nem, béreltem a Hungaroringtől, de örülök, hogy ilyen gazdagnak tűnök, ez a kép maradjon meg benned mindvégig. Nah, it's faster. Oké. Okay. Ja. Is this good? Yes. Very good. You are not afraid? No. Until now, no. Tetszik neki. Nekem is. Biztos? Biztos. Te tudsz magyarul. Mondjad még. Igen. Érzéki lapos kúszás feltűnő hanggal meg széles mosollyal, avagy zengőfényország, hogy láss csodát egy életen át.
Ennyi volt már a Sportverda, köszönjük, hogy velünk voltak, köszönjük, hogy kibírtak bennünket, leginkább vicáljékat. Minket, téged, hogy kibírtak. Na igen. Mi feldobtuk a műsort, igen. Szerintem Icával. Abszolút. Legközelebb új adással egy hónap múlva jövünk ismét, addig is figyeljék az ismétléseket a Sport 1, a Sport 2 és a Sport M csatornákon. Vigyázzanak magukra, minden jót! Tudod? Meg lehet szólalni az Ákosonésnél egyébként. Minden jót kívánunk, viszontlátásra! Minden jót, szép nap! Na! Tudtam! Támogatója a Lumár Autó üvegfóliák és a Grafifrap autóbevonó fóliák forgalmazója. A műsor támogatója a SsangYong Tivoli, 4x4 specialista Koreából. Partnerünk a Fortuna BT, a motorfelújítás szakértője. A Sportverda támogatója a BL Uraszalon országos bolthálózat. A Sportverda támogatója Dr. Balsai Tamás és csapata a Perfect Smile, mert minden egy szép mosollyal kezdődik. A műsor támogatója a Motoparts, motorikus alkatrészek.